Színház, koncert, hagyomány, programkavalkáddal várják a látogatókat az Erőt Fest összművészeti fesztiválon. A változatos programok már el is kezdődtek, és tulajdonképpen az egész évet átszövik. Fontos számunkra, hogy az idegenforgalom, a kultúra a fesztiválok terén is meghatározó szerepet töltsön be a város, mondta Molnár Attila polgármester. Hozzátette, elsősorban a komáromiakat szólítjuk meg, ennek már vannak bizonyítékai, mely a Monostori Erőd Nonprofit Kft. Munkatársainak és a Komáromi Városgazda Nonprofit Kft. Kulturális csoportjának köszönhető, hiszen a helyiek órák alatt elkapkodják a jegyeket a jobbnál jobb programokra. Itt volt nálunk Détár Enikő, Jan Zakata, Fűr Anikó, és sorolhatnám még a neveket, hogy kikkel tudtunk Kautsky Armandékkal rendezvényeket tartani, akár a moziban, akár más rendezvény helyszínen. És azt lehet mondani, hogy nyáron ugye egy picit a szabadtérre is tudunk fókuszálni, hogy a Liget újra előkerül, az évfagyi a verseny lesz, pont néhány perccel ezelőtt ugye erről adtunk tájékoztatást a komáromiaknak a Jókai Ligetben. Aztán a mozi is ugye egy nagyon jó kis kulturális színterünk, ahova az idei esztendőben várjuk még Dolhai Attilát, várjuk Ónódi Esztert, várjuk Vecsei H. Miklós. Tehát azt lehet mondani, hogy kimondottan komoly program kavalkáddal állunk majd szembe. Én azt tudom mondani, hogy szinte minden hétvégén programot tudunk ajánlani, akár színházi előadás révén, akár koncertek révén, Fenyő Mikitől elkezdve az Abba Show-n át, nagyon sokan lesznek itt az egész nyáron, ezeknek a részletei természetesen elérhetők majd a városnak is, illetve az Erődnek is a honlapjain, és megtekinthetők lesznek. A rendezvényeknek számos helyszín ad otthont, de a programok többségét a Monostori és a Csillagerődben rendezik meg. Az Erődök legfontosabb feladata, hogy a komáromiak a magukénak érezzék, ezért a helyi látogatóknak kedvezményeket biztosítunk, mondta Vizeli Csaba, a Monostori Erőd Nonprofit Kft. Ügyvezetője. Ez 50%-os kedvezményrendszerrel egy szórólap formájában a város összes általános iskolását, óvodását, középiskolását hozzá eljuttattuk, tehát erre 4 kiemelt programra tudnak eljönni. Ugye ezek a fő családi programjaink, ugye ezt szerettük volna, hogy mindenképpen ez működjön. Az általános komáromi kedvezmény lakcímkártyával pedig 25% minden saját szervezésű programra. Ugye azt elmondom, hogy lesz majd olyan, de ezt külön fogjuk majd jelezni, akik kiveszik a Monostori Erődnek a színpadját, külön bérleménybe, ugye velük az egyezkedés az egy kicsit más van, de ott is szeretnénk mindenképpen elérni, hogy minél jobb kedvezményben részesülhessenek. Igen, egész nyáron igyekszünk programokat szervezni, különféle tematikában, ez már elindult a Nemzeti Összetartozás Emléknapja kapcsán az Egri Csillagok című produkcióval. Holnapi nap folyamán egy családi musicalnek lesz az ősbemutatója itt a Csillagerőkben, és szerettük volna ezt a tematikát továbbvenni. Tehát lesznek külön majd családi darabok, amelyek kicsit korábban kezdődnek, lesznek olyan gyerekdarabok, amelyek egyórásak, amelyek a kisebbeknek szólnak, és hát lesznek természetesen nagy színpadi előadások, illetve nagy zenei produkciók is. Ami a nagyon fontos számunkra, hogy a látogatói elégedettség növelése érdekében olyan kényelmi intézkedések is hozzá kapcsolódhassanak, amiket szeretnénk, hogy tényleg ne az legyen, hogy egy 7 órakor kezdődő programra 3-7-kor érkezik valaki, nem érezze, azt ki lehet jönni, de már 6 órakor leülni a teraszon, kiülni az udvarra, tehát ez lenne egy igazi esti programmá váljon az egész. A programok sora folyamatosan bővül, így érdemes figyelemmel kísérni a Monostori Erőd honlapját és Facebook oldalát. Az Erőd Fest összművészeti fesztivál önkormányzati támogatással valósul meg. Emellett a Kulturális és Innovációs Minisztérium és az Emberi Erőforrás Támogatás Kezelő pályázatán is nyertek forrásokat a programok megvalósítására.